Visszakapják az önállóságukat az óvodák, az általános iskolák és a középiskolák 60-ban, július 1-től. A képviselőtestület mai ülésén Szabó Zsolt hangsúlyozta, hogy nem származott semmilyen megtakarítás abból, hogy a szocialista lokálpatrióta városvezetés összevonta az óvodákat és az általános iskolákat, sőt, ez inkább kárukra vált. A mostani döntés eredményeképpen az intézmények újra saját arculattal rendelkeznek majd. Például a Balassi úti tagovoda újra Brunswick óvoda lesz, és az O60-i székhelyiskola ismét a Kossuth Lajos általános iskola nevet viselheti. Bővül a 60-i oktatási intézményrendszer. A Váci Egyházmegye ordináriusával közösen létrehoz az önkormányzat egy katolikus iskolát, a Baross Gábor tagiskolában. Szabó Zsolt kiemelte, hogy itt színesedik a választék a 60-i oktatási intézmények között. A környező településekről is több gyermeket várnak ebbe az iskolába, de természetesen a 60-iak elsőbséget élveznek majd a felvételnél. A Barosban dolgozó pedagógusokat is megtartják, ha elfogadják az egyház elvárásait. Az egyházi iskola a képviselőtestület kezébe megszületett a döntés. Innentől kezdve már az, hogy létrejön vagy nem jön létre, ez tisztán az egyházon múlik. Tehát mi meghoztuk azokat a döntéseket, amik a működéshez, a működés biztosításához szükségesek, annak felelősségével és tartalmával. Én nagyon bízom benne, hogy minden rendben lesz, és színesíthetjük azt az oktatási palettát, ami 60-ban van, több lehetőséget tudunk adni a 60-i gyerekeknek. A középiskolák is önállóvá válnak július 1-ével. Az intézményeket a megyével közösen tartja majd fenn az önkormányzat. Elfogadták a művelődési ház és a könyvtár éves működési tervét is. Az Ady Endre könyvtár igazgatójának pedig az eddigi megbízott igazgatót, Sinkovics Erikát választotta a képviselőtestület. Ezen kívül megalkottak egy művelődési stratégiát is. Rendezett, szervezett, csoportonként össze van foglalva. Ez egy koncepció, ami biztosítja az anyagi gazdasági lehetőséget, a civil életet, a működést, a tevékenységet. Nagyjából úgy néz ki, hogy tavasz, nyár, ősz, három alapidőszak lesz, és ezekben programok. Olyan programok, amiben mindenki megtalálja, tehát a város teljes lakossága megtalálja a szórakozását, a szórakozási vágyait, a lehetőségeit, és a legkomolyabb művészetet, a legegyszerűbb játékos dolgot, a gyereki dolgokat, egy szó minden benne van. Az Albert Schweitzer kórházat tovább fejlesztik. Pályázatból megújul a műtő és a rehabilitációs szolgáltatások is bővülnek. Így akár a fürdőkúrát is helyben igénybe vehetik a betegek. Trauma, ambulancia, kapacitás bővítés. A lehetőség ott van, ez nekünk többletpénzbe nem kerül, és mégis az államtól éves szinten 35 millió többletpénzt kapunk. A fideszes többségű képviselőtestület döntött arról is, hogy jelentős összeggel támogatja a város a helyi civil szervezeteket. Az önkormányzat létrehozott egy civil alapot, ez 10 millió forint, amire a 60-i civil szervezetek és alapítványok pályázhatnak azonos feltételekkel. A képviselőtestület meghatározta a Feske program bérlakásainak bérleti költségeit is.